Két hónapos nyári szünet után ismét összeült a Salgótarjáni Belvárosi Nőklub. Szokásos helyén, a Beszterca lakótelepi iskolában, hogy megvitassák a következő hónapok eseményeivel kapcsolatos tennivalókat. A klub ismét bővült pár taggal. A karitatív feladatokat is vállaló szervezet legközelebbi eseménye a már hagyományos ruhaosztás lesz az SMT székházban. Most jó nagy mennyiségű készlet úgymond összegyűlt, és ennek az osztására kerül sor jövő héten, 14-én az SMT-be, 1 órakor a 22-es terembe. A klubvezető arra kérte az egybegyűlteket, hogy mindenki adja tovább ezt az információt a környezetében, hogy minél több rászoruló élhessen a lehetőséggel. A nőklub figyelmébe ajánlották a szeptember 12-i Palócnők rendezvényét, ahová a klubtagokat is elvárják. Ez az esemény 14 óra 30 perckor kezdődik a Cityben. Szeptember 22-én pedig zenés est lesz a Beszterca lakótelepen. 22-én pedig itt a Beszterce téren délután 4 órától egy zenés, táncos műsor lesz. Együttesek fognak táncolni, zenekarok lépnek fel, úgyhogy ha úgy gondoljátok, akkor gyertek le a térre, nem kell messzire menni. Október 4-én az Idősek Világnapja gálája lesz a József Attila Művelődési Központban, amelyre a klubtagok is kaptak meghívókat. A továbbiakban a szervezet vezetője felhívta a figyelmet a novemberi őszikék kiállításra, amelyre már most érdemes elkezdeni a készülődést. Sok ügyeskező hölgy van itt közöttünk, készüljön kézimunkával, goblennel, kötés, horgolás, ki mit szeret, ez pedig majd november 15-én lesz a könyvtárban. A Belvárosi Nőklub az őszi nyitó rendezvényére vendégként meghívta Huszár Máté alpolgármestert, aki a város helyzetéről, a 1,5 milliárd forint fejlesztési támogatás és a 9,2 milliárd forint uniós támogatás felhasználásáról és a Modern Városok program tartalmáról beszélt.